25 éves a szombathelyi Viktória, a női labdarúgás egyetlen nem fővárosi bajnoka. A Vas megyei csapat pár hete már megünnepelte a jubileumot, a Ferencváros elleni nyitómérkőzésre pedig megkapta a Haladás Stadion center pályáját. Ez a csapat azért sokat letett az asztalra, úgy gondolom éveken keresztül magyar bajnok volt, 13 éven keresztül dobogón volt, ez szinte egyedi az országban, bármilyen sportágban és labdarúgásban legfőképpen. Szombathelynek a legeredményesebb csapata, ezt el kell mondjam, tehát se a Falkó, se a Haladás nem tud felmutatni annyi bajnoki helyezést, mint a Viktória. Ez a megkoronázása volt a munkának és a női futballnak, hogy ebbe a stadionba bemutatkozhatott ez a csapat. Dörnyei Balázs, a Ferencváros vezetőedzője volt, hogy kritikával illette az aktuális szombathelyi pályát, most elégedettségének is hangot adott. Viktóriának a női csapatban ilyen megérdemelt, hogy ilyen körülmények között futballozzon, úgyhogy ezúttal is köszönöm szépen nekik, hogy itt tudtak minket fogadni, és nagyon hálásak vagyunk érte. Azt nem ígérem, hogy legközelebb a grupámában találkozunk, de szerintem a mi lét esetünkben is lehet jó meccset játszani. A Gesso Ligában újra tiszta lappal indul mindenki. Az itt pályán lévők mindkét oldalon többet vártak az előző szezontól, így a tavalyinál jobb helyezés reményében az első pillanattól aktívan kezdték a meccset. A vendég zöldfehérek kezdeményeztek többet, az első gólt mégis ők kapták. A 6 év után hazatérő soktoros magyar válogatott Rász Zsófia hiába kapott nyomkövetőt, olykor letépte láncát. A büntető területen belüli szabálytalanságért 11-est harcolt ki csapatának, amelyet Heike Mahart váltott gólra, így negyed óra után a Haladás Viktória vezetett. A szerepem az, hogy igazából a külföldi évek során megszerzett tapasztalatot továbbadjam a fiataloknak, a csapatnak, segítsem a játékosokat. A csapatban vannak játékosok, akik annó együtt játszottam, illetve van két játékos, akinek annó az edzője voltam, nálam kezdték a pályafutásukat. A gól egyáltalán nem fogta meg a Ferencvárost. A fehérmezesek egyre jobban letáboroztak Bíró Barbara kapuja elé, és ha már felkeresték, otthonában szóval is tartották, távoli és közeli lövésekkel egyaránt. Siklér és Tóth hiányában, valamint annak a ténynek a tudatában, hogy Mahár sokáig sérült volt, a Viktória feladta megszokott taktikáját, villámgyors szélsőjében azonban joggal bízhatott. Az volt a baj inkább, hogy messze voltunk a kaputól, és a két gyors szélsőnk, támadónk olyan sabba került, olyan állapotba került, hogy nagyon sok technikai hibát követett el. Így, hogy azért voltak a védelemben is 50%-os játékosok, így nagyon nagy hibát követtünk volna el, ha föltoljuk a védekezést úgy, ahogy a többi csapat ellen. Nem volt semmi félelem bennem, mert nem félek én ettől, de nem szabad a csapatot belevinni egy ilyen harcba, hogy ilyen nyílt harcba egy Fradi ellen. Az ivószünet után alig telt el egy perc, már is kiegyenlített a Fradi. Olyáknak lőtték be a védők mögé a labdát, aki szépen becsapta a kapust, majd a visszafutó védő sem zavarta meg. A 29. percben a felek kezdhettek mindent előről. Én nekem ami legjobban tetszett az, hogy a kapott gól után volt olyan játékosunk, aki tudott fél perccel mosolyogni. Ez azt jelenti, hogy nem az, hogy nagyképűek, hanem az, hogy nincsenek pánikban, tudták a dolgokat a pályán, és nagyon szépen megfordították ezt a mérkőzést, nagyon masszív Viktória ellen. Az első félidő hátralévő ideje helyzeteket igen, de gólt már nem hozott. Így a 3-400 szurkoló elégedetten engedhette pihenőre a csapatokat. A félidőben kiderült, Mahart lába eddig bírta a terhelést, így fürdős állt be helyette. A Ferencváros pedig megérezte, ez a váltása a védekezésben erősíti is ellenfelüket, a támadó repertoárt jócskán beszűkíti. Így egyre nagyobb létszámban jelentek meg a fehérmezesek bírók kapuja előtt. A 63. percben pedig meg is szerezték a vezetést, Csigi Eszter kotorta közvetlen közelről a hálóba a labdát. Sokan gyakoroljuk a pontrugásokat. Úgyhogy én reménykedtem is benne, hogy azért rúgunk egyet a mérkőzés folyamán. Végig nyugodtak voltunk, koncentráltunk, igazak tudtunk maradni. Így van, mindig nagyon nehéz itt Szombathelyen játszani. Úgy gondolom, nagyon kemény az ellenfél. Nagyon jó stadionban is játszhattunk, úgyhogy örülök neki, hogy végül sikerült. Az utolsó fél órára már nem tudott nyulat előhúzni Simon Attila a kalapból. Kollégája viszont megint kapott valamit, ami elégedettséggel tölthette el. Nagy küzdelemre kényszerítettük a Fradit, nem volt benne több. Utána, az egy-egy után, a Heike sérülése után már éreztem, hogy
kihúzok, akkor döntetlen, de igazságos eredmény született. Igazából nekünk a nagy gondunk az, hogy olyan mérkőzéseken, amikor vezetünk egy góllal, nem rúgjuk rá azt a plusz gólt, ami megnyugtatja a csapatot, és ebből a szempontból ma szerintem jelesre vizsgáztunk, mert egy csere játékosunk által olyan szép gólt sikerült szereznünk, egy olyan játék helyzetből, amit egyébként sokat gyakorlunk, úgyhogy ilyenkor az edzőnek a szíve egy ilyen picit mosolyog, és örülök neki, hogy a játékosaim higgadtak tudtak maradni az utolsó percekig, és tudták, hogy mit kell a pályán csinálniuk. Az Astrából igazolt Foglu Katalin a 90. percben tett pontot a zöldfej rangadóra, és állította be a 3-1-es végeredményt. Ez volt a feladatom, hogy mikor bármelyik percbe beszállok, segítsek ezen a fiatal, nagyon kedves csapatnak, és ez lett az eredménye, hogy gólt sikerült rúgjak. A Ferencváros a legutóbbi két alapszakaszban egyszer sem nyert itt Szombathelyen, így ez a siker számukra is fontos lehet. A Haladás Viktória pedig joggal pályázhat idén újra a vidék legjobb csapata címre, bár ehhez alig, hanem a Diósgyőrnek és az Etónak is lesz majd egy-két szava.